Lett egy kiskutyám. Ja. Middle of the road. It's just a feeling of a distant melody unknown. Ahogy látjátok a nyilvánvalót, lett egy kiskutyám, ismerjétek meg, ő itt Porcukor. Porcukor? Konkrétan cukorból van. Ő egy 10 hetes máltai selyem kutya, és már egy hete, kicsivel több mint egy hete van nálam, és egy hete élünk hatalmas nagy szerelemben. Május 29-én született, és egy csodaszép fiú kutya, eszméletlenül aranyos, bújós, jókedvű, és egyébként ez volt az egyik oka, miért Máltai kutyust akartam, mert hogy mindig boldogok, és tényleg állandóan mosolyog Porcukor is. Porcukorom, hogy nagyon vicces, és imádom a személyiségét már most, borzasztóan sunyi és huncut, és állandóan rosszul áll a szem, és konkrétan látszik rajta, hogy valami rosszban sántikál. Kitettem Instára, hogy ha esetleg van kérdésetek Porcukorral kapcsolatban, akkor bátran tegyétek fel, én pedig szívesen válaszolok, és páran kérdeztétek, hogy honnan van, kitől vettük, stb. És az az igazság, hogy erre nem igazán tudok válaszolni, ugyanis képzeljétek el, Porcukor ajándék volt, és születésnapomra kaptam. Ő volt a világ legcsodálatosabb ajándéka, és egyáltalán nem számítottam rá, viszont konkrétan tényleg egy álmom vált valóra azzal, hogy őt megkaptam. Jaj, de kicsi! Jaj! Jaj! Kölcsönös. Jaj, hogy nyalogatja? Ezen aggódtunk, hogy meglegyen. Igen, hát ez az ő. Jaj, de természetesen ne értsétek félre, nem full váratlanul jött a kutya, szóval nem az volt, hogy így a semmiből tessék, itt egy kutya, és akkor mostantól nevelt. Maga az ajándék az meglepetés volt, és ahogy mondtam, egyáltalán nem számítottam rá, viszont tervben volt már egy kis kutya, hogy szerettem volna, és akitől kaptam, ezt nagyon jól tudta. A magát a kutya projektet azt ilyen őszre timingoltam, hogy akkor szeretnénk majd elkezdeni keresgélni, de egy picit korábban érkezett, és ez így volt tökéletes, és szerintem a tökéletes kiskutyát is kaptam meg. Szóval kb. Szerintem ennek így kellett lennie. Na de akkor beszéljünk konkrétan Porcukorról, hogy milyen is ő, miket szeret csinálni, mik a hobbiai, mert hogy ilyen is van már neki. Alapvetően nagyon okos kutya, de hogy így meglepően zseni már ilyen kiskorában is. Például a perusra szoktatás az kb. Azonnal megtörtént az első használat óta. Szinte kb. 80%-ban csak azt használja, úgyhogy nagyon ügyes és borzasztóan büszke vagyok rá. Emellett nagyon gyorsan fejlődik, és napról napra látom rajta, hogy így kötődik hozzám, és egyre jobban hallgat rám. Például már kezdi megismerni azt a szót, hogy nem, fejezd be, hagyd abba és társai. Bár egyébként egészen szelektív a hallása, úgyhogy ezeket igazából csak akkor hallja meg, amikor ő szeretné. Long story short, tényleg egy nagyon okos kiskutya, viszont emellett egy igazi sátán. De erről majd később mesélek, először inkább a pozitív és a vicces dolgokat szeretném elmondani róla. Például az egyik hobbi a víz. Édesem pár nap alatt észrevette, hogy milyen bulis dolog ez a víz. Csóra egyszer véletlenül beleesett, és aztán rájött, hogy ez egy nagyon-nagyon jó játék, és azóta ivás után mindig pacsál a vízzel. Szokott még játszani a szomszéd kiskutyával is. Szomszéd kiskutya egyenlő önmaga a tükörben. Nemrég azt is felfedezte, hogy a dohányzó asztalom alsó részére fel tud mászni, így azóta az az ő helye. És nem csak ott alszik, de most már felviszi a játékokat is, meg igazából bármit. Még néhány fun fact és teljesen random dolog, amit imádok benne, például, hogy kint felejti a nyelvét, amikor alszik, vagy amikor csak úgy bámul bele a világba. Meg imádom benne, hogy békapózban alszik, ami annyit jelent, hogy a két hátsó lábát kinyújtja és úgy alszik, nem bírsz vele, annyira aranyos. Nagy világ! Ez a tiéd. Kezdted. Middle of the road. It's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine
I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Na de akkor vissza Sátánkára. Porcukor egy igazi rossz kiskutya, kontrollálatlan a kis testelelke, nagyon kíváncsi és borzasztóan eleven, de mondjuk egy babakutya, szóval annak is kell lennie. De tényleg nagyon rossz egyébként, hogyha bepörök, konkrétan nem lehet leállítani. Szaladgál össze-vissza, esik, harabdál, de hogy úgy mindent, zsinórokat, fémasztalt, lábamat, de azt viszont állandóan. Sokan azt mondják, hogy persze, hogy harabdálja a lábamat, hiszen csak azt éri el szegényként, de nem. Én erről fixen meg vagyok győződve, hogy lábfétise van. Mondta ő is, amikor elhoztuk, hogy hát igen, ő a négy tesó közül a legrosszabb és a legelevenebb, és tényleg, de mag nyugtatott, hogy ne aggódjak, ő még egy babakutya, szóval fél órát fog kb. Játszani, és utána pedig minimum 2 órát alszik és kidől. Hát rohadtul nem, Porcukor konkrétan szerintem fél órát alszik, és minimum 5 órát pörög, de hogy így megállás nélkül. Nagyon vicces. Mindent rá, hiszen nőnek a babafogai, és egyébként még az is nagyon vicces benne, hogy amikor valami rosszat csinál, nyilván rászólok, akkor ő így megáll, rám néz, és aztán folytatja tovább, mint hogyha mi se történt volna, és közben néz, hogy tudja, hogy rosszat csinál, szóval nagyon kis mocsok kutya, de imádom. Viszont ő a tökéletes kutya számomra, konkrétan tökéletesebb szól hozzám. Nem is tudnék elképzelni magam mellé egy olyan kutyát, aki egész nap alszik, nyugodt és nem játszik velem. Nagyjából órákig tudnak megmesélni Porcukorról, de azt nyilván nem lehet, és kb. Egyébként ennyi mindent szerettem volna elmondani ebben a videóban, bár gyanítom, hogyha kikapcsolom a videót, akkor még 15 másik eszembe jutna, mindegy, de ezt max akkor egy másik videóban elmondom, illetve hogyha van kérdésetek Porcukorról, akkor bátran tegyétek fel a komment részlegben, és akkor talán tudunk csinálni egy kérdezfelelek videót Porcukorral. Egyébként kövessétek be őt Instagramon, nekem van TikTok oldalam is, és Insta oldalam is, ahol nagyon sok porcukros tartalom van, illetve van egy eladós oldalam is, úgyhogy kövessetek már mindent, és legközelebb pedig találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok! Bye! Bye!